Ma tehát, ahogy nyilván sokan tudják, a Dorog lesz az Eto ellenfele. Tiszta fehérben a mai mérkőzésen az Eto, és a Dorog pedig piros felsőben, fekete nadrágban és piros sportszárban. A második dorogi szöglet tehát. Priskin fejeltek ide nem jó helyre. Nem volt még el a veszély. És ez pedig nagyon-nagyon magabiztosan fogja a Gundel Takács Bence. Szép a játék Mayerrel, fejes. Indul meg a szélen. Most volt egy kis félreértés a védők között, és ez pedig azt jelenti, hogy még mindig nem múlt el a veszély. Kis Máté. Sipőc, és ebbe is bele kellett vetődnie Borsos Vilmosnak. Egy újabb lehetőséget írhatunk fel itt a 14. percben, pontosabban már a 15. legelején az Etónak. Mire elvégzik a Nalosz addigra, ez éppen már a 20. perc lesz. Gundel Takács öklözi ki. Aztán visszaszerzik a vendégek Tóth. Kanalosz küzd Sipőccel. És most onnan nagyon fel kellene ám szabadítani. Hárman vannak egyelőre Kárász körül, és most sikerül megszerezni a labdát. Kovács Krisztián pedig felszabadít. A 22. perc, megszerzi a vezetést, egy mondhatni a semmiből a Dorog. Toni Marcos Canalos, a gólszerző, hát el kell ismerni, óriási gólt lőtt. 1-0-ra vezetnek tehát a vendégek 22 percnyi játék után. 26-27. perc, jöhet tehát a hazai szöglet Kis Mátétól, és ott az egyenlítés! Fejes András a 27. percben, hát nem örülhetett sokáig a Dorog, mi viszont annál inkább, mert hogy 3 perccel a vendég gól után megvan az egyenlítés méghozzá Fejes András révén 14-essel, hogy máshogy, mint fejjel. A 31. perc legvégén járunk, jó, 19 méterről Kis Máté! Borsos nagyot védett, és még majdnem az ismétlés is jó volt, Mayer azonban, illetve Mayer elől összeszedte Borsos. Kis Máté még. Mayer. Mayer egy távoli lövés. 37. perc végén. Különösebb veszélyt nem jelentett, de a statisztikába ez is bekerülhet, mint lövés. 44. perc a mérkőzésen. Toni Canalos szöglete, a fejes pedig nem is volt teljesen veszélytelen. Gundel Takácsnak viszont nem kellett közbeavatkoznia. Szabó. Szabó kapja vissza Canalostól. Teszi be középre, Mészáros a 16-oson belül. Hűha, hát ezt most megközelhetjük. Hát pöccintette Gundel Takácson Mészáros Áron a labdát. Ez a pöccintés, ez a löbbölés nem volt tökéletes. Hozzátéve, vagy elég éles szögből próbálkozott ezzel Mészáros. 69. perc, veszélyes helyről a Dorog szabadrúgása, tehát olyan jó 18 méter. Még a játékvezető hátrébb parancsolja a sorfalat, és Zuy Géber állott egyedül a labda mögött. Ebből arra következtetek, hogy ő is fogja elvégezni ezt a bizonyos megítélt szabadrúgás. Zuy Géber, nagy lövés középre. Drusztus pedig a kipattanót nem találta el jól. Hát én is azért hallgattam el egy pillanatra, mert Drusztus nagyon tisztán lőhetett. Canalos lövése pedig csúnyán fölé. 76. perc, Zuy Géber és Canalos is ott van a labda mögött. Azért ez jó 25 méter, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt rálövik, pedig de megpattant egy győri védő fején, úgyhogy jöhet a szöglet. Horváth, na ez még jó lehet. Bagi, szép a játék, középen ketten is érkeznek, Priskin pedig nem tud belefejelni.
Borsos használta ki azt, hogy ő felnyúlhatott a labdáért kézzel is, és közben belépünk az utolsó 5 percbe. Vitális a szabadrúgással. Nem sikerül belefejelni. Ez pedig így egy bedobás lettne, de nem lesz, mert hogy itt a vége a mérkőzésnek. VKV Eto FC Győr dorog 1-1 pontosztozkodással ér tehát véget ez a rangadó. Tisztelt szurkolók, kedves nézők, én köszönöm, hogy velünk tartottak ezen a mai vasárnap délutánon. Bízunk benne, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk itt a stadionban. Minél hamarabb megtörténik ez. Ebben reménykedünk. Mára kellemes pihenést kívánunk. A viszontlátásra, viszonthallásra.